Fekete korszak. Így hívják Riprónai azon korszakát, amelyben a francia Nabi csoport tagjaként dolgozott Párizsban. Ezen művészek közössége félig komolyan, félig tréfásan Nabinak, magyarul profétának nevezte magát. Riprónai ugyan tagadta, hogy azért alkalmazta a sötét tónusokat, mert élete éppen mélyponton volt. Horváth János Milán szerint viszont lehet valami a felvetésben, gyakran volt ugyanis honvágya. Úgy gondolta, hogy az összes festői ötlet, ami újításként benne megszületett, az a feketéből kiindulva lesz a legtanácsosabb, hogyha elkezdi, mert ő a fekete rajzból, a fekete szénrajzból kezdte el azt a vonalrendszert, szecessziósnak mondható kontúrvonalas képek alkotását, ami ebből kifejlődött. Így rendezte át a saját ízlését, miután otthagyta Munkácsi műtermét. Riprónai a vonalkontúros rendszerével jelent meg a párizsi festők között, mint magányos farkas. Új technikája köszön vissza a szüleiről festett műről is, akiket 40 évi házasság után vitt vászorra. Nagyon nem részletezi ki a formákat, de azért az arcnak úgy ad egy kis plasztikát, kifejez benne olyan annyi érzelmet csak amennyi kell, de nagyon nem. Plesznivi Edith művészettörténész jobban kedveli a magyar festő ezt követő korszakát, amelyre dél-franciaországi látogatása volt nagy hatással. Itt kiszínesedik palettája, nem, még azért nem az az átütő erős színezés, mint a későbbi kukoricás képein, hanem ilyen nagyon finom paszteles tónusokat láthatunk ezeken a finom tájképeken. Az alkotó ezen elgondolkodható művei és párizsi művész barátainak a proféta festőknek munkái a Festők Városa Hangulat Fesztiválra érkeztek Kaposvárra, s egészen augusztus 22-ig tekinthetők meg a Somogy Megyei Múzeumban.